A 2019-es tanév számos kihívás, feladat és lehetőség elé állította a Nyíregyházi Egyetemet, melyek közül a legfontosabb, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2023. december 31-ig akkreditálta az intézményt. Az akadémiai vezetés fő feladatának tekinti a folyamatos megújulást, képzésfejlesztést, innovációt, ezért a képzési palettát is folyamatosan bővítik. A 2020-2021-es tanévben újraindították a 2013-ban felfüggesztett alapszakok közül az anglisztikát, a pedagógiát és az informatikus könyvtáros szakot. Ez jó döntésnek bizonyult, ugyanis mindháromra van első helyes jelentkezés, emelte ki az intézmény oktatási rektorhelyettese. Sikerült akkreditáltatnunk a középiskolai tanári szakok közül a magyar tanárt, a testnevelő tanárt és a matematika tanárt, valamint a technika, életvitel és gyakorlat tanárt, de ez általános iskolai képzésre vonatkozóan, erre is vannak jelentkezők. A legfrissebb engedélyünk az a mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő mesterképzési szak. Ezt azonban már csak keresztfél éves rendszerben tudják elindítani, számos képzésnek pedig jelenleg is folyamatban van az akkreditálása. Így például a kihelyezett beregszászi oktatásban indítják majd a tanítóképzettséggel rendelkezők számára az énekzene, a rajz, valamint a testnevelő tanár szakot, hogy enyhítsék az ottani szakember hiányt. A szakirányú képzések közül pedig augusztusban újabb tervek valósulhatnak meg. Már meghirdetjük majd augusztusban, akkor kell figyelni a honlapunkon a coach képzést, illetve ha addig sikerül a coach mérnöki képzést is, a coach bizniszt pedig a későbbiekben fogjuk benyújtani. Ez a coach képzés azért fontos, hiszen idézőjelben megjelent egy úgynevezett kuruzslás törvény, tehát coachként most már csak az dolgozhat hivatalosan, hitelesen, aki valamely felsőoktatási intézményben szerzi meg az erre való jogosultságot. Folyamatban van még többek között az emberi erőforrások mesterképzési szak, de a gyógy és fűszernövény felsőoktatási szakképzési szak is indítás előtt áll. Az induló szakok teljes listája megtalálható a Nyíregyházi Egyetem honlapján.